A popzenére szerintem jellemző az, hogy valami forradalmi módon akarja meghaladni az elődöket, az ősöket. Úgyhogy azt a lelkesültséget, azt a forradalmi lelkületet valami módon, mi szerintem az Illésom meg a Metro csapatok után szerintem más útunk nem volt, mint hogy valami módon, más módon kifejezi magunkat, és ez szövegekbe, küllembe, lelkületbe, megnyilvánulásainkba, szimpatia, attitűdbe, mindenben megnyilvánult. Úgyhogy ezt még véletlenül sem mondom, hogy mi punkok voltunk, de mozgalmilag szerintem olyan volt az a megújulás, az a 70-es évekbeli színre lépése, a Hobo Blues Bandnek, a Kártágónak, a Beatrice-nek, az Eddának és a Piramisnak, szóval ezt be kell látni, hogy mi azért őrségváltást csináltunk ott a régi öregekhez. Akiknek minden tisztelet mind a mai napig, hiszen ők azért ringatták a bölcsőjét Magyarországon a popzenének, mint hogy a Rolling Stones és a Beatles voltak az igazi bölcsőringatók az angol zene világban. De ezt a fajta, most nem tudom, őszintén nem értem pontosan, hogy mit ezt a fél nemzedéknyi csúszást, hogy érted, de mi törvényszerűen magától értetően csináltuk a mi dolgunkat, és nem nagyon törődtünk az elődökkel. Szóval az ő akkordfűzéseik, az ő szófűzéseik, meg minden az teljesen közömbös volt nekünk. Mert nekünk köztünk, mondjuk a között, a generáció között, a három nagy között, és mi közöttünk azért ott már föltűnt a Radics Béla és a Tűzkerék és a Sakmat együttes, akik abszolút olyan fáklyát emeltek, amik főleg a mi utunkat világították meg előre. Szóval a Radics Béla egy olyan fáklyát tartott a kezébe, ami szerintem a Beatrice, Hobo és egyéb generációnak velünk bezárólag mutatta az utat, hogy gyerekek, erre van az előre. Szóval az mindenféleképpen a konszolidált világból, meg abból a típusú, egy kicsit langyos világból azért a kiutat mutatta. És hát mi többek között ennek a hát lehet mondani, hogy egyik úttörője voltunk. A Piramissal kapcsolatban érdekes dolgot jelzel, hogy a 70-es évek végén, mikor megjelent a Hobo, megjelent a P-Mobil, már izmosodott, vagy több teret kapott, és az Edda, akkor az ő táboruk nem szerette a Piramist. Igen, hát az őrségváltás ilyen módon is megnyilvánult. Ez és ma is hallom kortársaktól, nem zenészektől, kortársaktól, mikor idézzük vissza az emlékeket, hogy kis zenekar, és ezt a Lajos intézte el a hatóságoknál, hogy hagyják, hogy legyen egy ilyen kemény rock együttes, és ezt tulajdonképpen egy ilyen kicsit hivatalos vonalon teremtették meg. Hát nem hiszem, hogy ez így volt, de merre mit tudnám mondani? Az, hogy én erről semmit nem tudok. Szóval Lajosnak zenekarvezetői felhatalmazottsága, mire engedte őt elrugaszkodni, erről nekünk szerintem fogalmunk nem volt. Szóval, hogy ő bejáratos volt esetleg helyekre, vagy mi erről semmit az égvilágon nem tudtunk. Mi tettük a dolgunkat. Ő lehet, hogy ebben tudatosabb fickó volt, aki a zenekarvezetői státuszát felhasználta arra is, hogy ilyen módon segítsen mi utunkat, de az, hogy kisz, meg ilyenek, nekünk soha semmilyen. Hát a kisz az most csak egy idézőjeles dolog. Igen, semmilyen ilyet én élesben nem éltem meg, szóval semmi. Az, hogy játszottunk az úttörő, hol is Csille Bércen volt egy bulink, szóval hát ott ugyanaz a kedvesség fogadott, mint hogy ma se teszek különbséget annak, hogy a Telexel, vagy a Népszavával éppen, vagy az ATV-vel ülök le egy beszélgetésre, szóval mi szerintem akkor se
nem a platformot néztünk, hogy hol, hova hívnak meg minket, hanem szívből, léleket tettük a dolgunkat. Hogy az éppen a Csillebérci úttörő tábor volt, és arra rá pecsételhették volna, hogy mi, nem tudom, mi dörgülőzünk a hatalomhoz, vagy az ifjúsági szövetséghez, vagy valami ilyen, soha nem volt. Tettük a dolgunkat, meghívtak és elmentünk. Te egy kicsit pacifikáltad a személyiségeddel ezt a kemény rockot. Talán lehet, hogy azért, mert az embernek voltak a generálból emlékei, hogy ott milyenek vagytok, de egy kicsit olyan, mintha Paul McCartney énekelt volna a piramisban. Tehát egy derűs személy kemény rock, tényleg, ha Janóra ránézek, vagy a Lajosra, vagy hát Péter nem, szóval Péter igen, tényleg. Igen. És a frontemben meg olyan derűs, ezzel tisztában voltál, vagy adottság? Ez szerintem adottság, nem tudom, neveltetés, szóval én azért azt lehet mondani, hogy jó nevelt ember vagyok, szóval a nagyszülői háttér, amire céloztam, meg áldott szüleim, szóval én polgárembernek neveltek valahogy, amiből bőrruhába se tudtam kivetkőzni magam, szóval, hogy azért, mert bőrruhába jártunk, meg sálak, meg gyűrűk, meg nem tudom, mi lógtak rajtunk, az nem azt jelentette, hogy én azonosultam maradéktalanul azzal a külső attitűddel, a lelkem és az igazi lényegem, az szerintem nagyon emberi volt és nagyon polgári. Hát végül is a színpad az egyfajta szerepjátszás mindenféleképpen, és én ezt a skizoiditást ilyen értelemben, szóval a hétköznapi embernek a szelítsége és a színpadon a megnyilvánulások, ezeket úgy tudnám jellemezni, hogy a dob, a gitár, meg az az őrületes stimulus, ami a közönség részéről jön, az azért kivetközteti a szempet. Szóval ott a hangerő, a dob ritmus, az ott minden ősiség előjön, a Janónak a figurája, és amikor rád néz azzal a figurával, amit az előbb jellemeztél, szóval meg a Lajos is a maga kemény, de nagyon egyenes tekintetével, szóval mi egymás tekintetének és erőterének a közegében léteztünk, és abban volt valami óriási spirális erő, ami úgy felfele vitte az embert lendületbe és mindenbe, és akkor megmaradtam ugyanannak a szívlélek embernek, szerintem meg érzéken lírai alkatú fickónak. Én az voltam, de ebbe a közegbe valahogy a lendület annyira elvitte az embert, hogy váratlan mozdulatokba, meg exotikus pillanatokba fejeztük ki magunkat. De az erő megmaradt, mindenre ránevettem. Hiszen tudtam, hogy az egész az egy játék. Ez az egyéni szabadság, mert azért ez egy nagy individuális szabadság, amit leírsz. Ez hogy írik össze a jézusi áldozathozatallal? Tehát mennyire kerested inkább mindig ezt a szabadságot, és mennyire voltál kész áldozatokra másokért? Mindig kész voltam, szerintem. Ennek a haszonélvezője vagyok ma is, hogy ebbe a nehéz állapotomban rengeteg szeretetet kapok. Szóval valószínű, hogyha tettekbe, szavakba és cselekedetekbe meg tudtam nyilvánulni és vigasztalni tudtam én embereket, akik rászorultak annak idején, azt most garmadával kapom vissza, te garmadával. Szóval akkor, amikor a jobb oldalamat nehezebben tudom mozdulni, botra támaszkodva tudok közlekedni, annyi szeretetet és annyi emberséget kapok, amiben benne van egy nehéz sorsú embernek is a képlete, de benne van az ismert ember, hogy mi történt vele, és nem tudom, és minden irányból, ahonnan kapom, az csak jó érzéssel tölt el. Úgyhogy valószínű jó helyre vetettem azokat a magokat annak idején, mert olyan harvest, olyan
dolgot arathatok most, ami ebben az állapotomban nagyon jól jön. Rendkívül nyugodt ember vagyok alapvetően, szóval innen is indíthatok volna a dolgokat, hogy a színpad, meg a mozgékonyság, meg honnan jön egy ilyen nyugodt emberből, mert én eredendően a legmélyebb vallomásom, hogy iszonyatosan nyugodt ember vagyok. Én nagyon megfigyelő, kontemplatív, én nagyon szeretem megfigyelni a dolgokat, elmélyülten és békésen, nyugodtan, de mindent, amit emberi kapcsolatokat, cselekedeteket, fordulatokat a világba, és nem tudom. És hála Istennek ez az alkati adottságom ebbe az élethelyzetbe a legnagyobb támasz, de a legnagyobb támasz a fegyelem és a rend, hogy teljes rend van körülöttem minden szempontból. Ez egy óriási útra való egy ilyen sorsú embernek, aki ezzel az egészségű fordulattal én vagyok manapság.